Mostan az a téma, ugye néhány perccel ezelőtt ugye azt mondtam kollégánknak, Rékának, hogy ez egy megosztó jellegű téma lesz. De nem is véletlenül mondtam ezt, mert hogy most ezzel az üggyel megyünk tovább, nem csak, hogy kitűnőre érettségizett, de a teológia szakot is elvégezte a Móri Mészárlás egyik elkövetője. Weisdon Robertről van szó, aki leghamarabb 30 év múlva lépheti át majd a börtön kapuját. A hitben talált egyébként megnyugvást. Lihi József már itt van a stúdióban, de még mielőtt beszélgetnénk az ügyvédjével, mutatunk egy rövid összefoglalót. Lelkészként diplomázott a Móri bankrabló Weisdon Robert, már az érettségit is a börtönben szerezte meg, majd beiratkozott teológiára, amit elvégzett a rácsok mögött, így elvileg gyakorolhatja a lelkészi hivatást. Weisdornak 2002-es Móri bankrablás figyelő embere volt. Rálőtt egy biztonsági őrre, a bankba belépni készülő ügyfeleket pedig elküldte, miközben társa, aki azóta öngyilkos lett, 8 emberrel végzett. A férfit 2008-ban ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre, úgyhogy legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. Az ítéletet később a másodfok 40 évre súlyosbította. A férfi most 44 éves, legkorábban 74 évesen szabadulhat. Lé József itt van a stúdióban, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mikor beszélgetett személyesen Weisdon Roberttel? Hát már most körülbelül egy esztendeje. Egy éve. Hogy beszéltünk, de akkor milyen állapotban volt? Meglepő módon azért a Robert lelki állapotát tekintve azt tudom mondani, hogy rendes állapotban van. Ezt úgy kell érteni, hogy akik 10 évet vagy már annál többet leültek bent a börtönbe, ugye a Robert most 11,5 éve van bent, azoknál ugye általános jelenség az, hogy a személyiség szerkezet kezd szétesni. Tehát ilyen önmagába beforduló személyiség szerkezetté alakulnak át bent az emberek egy idő után. De Robertnél hál' Istennek ez nem tapasztalható, hanem ugye a 40 éves, tehát 4 évtizedes börtönbüntetés dacára ő azért inkább megpróbálja tartalommal kitölteni. Hogy ilyen rég találkoztak? Nem tudom, ez normális ügymenete, hogy egy évig nincs szükség. Hát végeredményben ő most ugye ül egy nagyon hosszú szabadságvesztést. Nincs aktualitása vagy szükség. A jogerős ítéletet követően néhány próbálkozás volt még különböző strasbourgi és egyéb nemzetközi bíróságokkal kapcsolatos ügyintézésre, de miután ezeket megfutottuk, ezt követően tulajdonképpen nincs eljárási oka. Emberi oka van, mert azért ő is számtalan szó felhív engem, én is, ha van időm, akkor bemegyek hozzá. Sokszor szoktam beszélni egyébként az édesapjával, egy nagyon rendes köztiszteletben álló ember, nyugdíjas tűzoltó az édesapja. A múlt héten is éppen az édesapjával beszéltem, és így tulajdonképpen azért a kapcsolatnak maradt közöttünk. Feltettük néhány perccel ezelőtt ügyvédül azt a kérdést, vagy jeleztük inkább a nézőink fel, hogy ez egy megosztó jellegű helyzet és téma és ügy, jelenség, mert miközben egy olyan emberről beszélünk, aki 2002-ben ugye a tettestársával együtt egy elkövették szerintem a magyar kriminalisztika egyik legsúlyosabb bűncselekményét, ugye mint 8 halálos áldozattal járt, ő ugye 5 éven keresztül némán csendben hagyta azt, hogy mondjuk mások üljenek a rácsok mögött, és most ugye azt a hírt hallottuk, hogy elvégezte a teológia szakot, és hát lelkészé vált ezzel a lépéssel, hogy hihető-e az egy ilyen, pozitív értelemben mondom, lelki metamorfózis, hogy valaki a börtönben mondjuk innentől eljut idáig? Hát azzal tényleg mindig óvatosan kell bánni, amikor az ember a Móri ügyről nyilatkozik, illetőleg hát a Weisdon Robertről nyilatkozik, mert amellett, hogy számomra sok pozitív dolog is, nyilván én közelebbről ismerem, mint bárki más, megmutatkozik az ő személyiségét illetően, hát attól nem tudunk elvonatkoztatni, amilyen ügyben őt elítelték. Na most egyébként érdekes módon ő már a cselekmény elkövetését megelőzően is úgymond templomjáró ember volt. Tehát ő szorványosan elment a templomba, sőt családdal együtt ment a templomba. Ilyen szempontból tehát nem a börtönévek keletkeztették benne azt a intuíciót, hogy ő esetleg a teológia vagy a hittudomány iránt fordul, hanem hát ő neki a korábbi életében is ez jelenség volt. Csak hát aztán, amikor abban a helyzetben találta magát, hogy 40 éven keresztül, ami ugye
hát az élet döntő szakasza. Neki börtönben kell lenni, akkor nyilván kettő választása volt. Volt is egy ilyen beszélgetés közöttünk annak idején, hogy amikor a jogerősítéletet meghozták, hogy hát 40 év. Mit kezdhet magával az ember 40 éven keresztül? Tehát ez egy beláthatatlan időintervallum. És ugye már akkor is pedzegető azt, hogy jó, de ha már így alakult. Végülis ő volt a Balek, egyébként idézőjelbe tett Balek ennél a Móri ügynél. Azért, ha rajta múlnak dolgok, akkor ez nem így alakul, ez az egész dolog. De most ebben nem megyek bele. Inkább azt értékelem benne, hogy tényleg elkezdett egyetemi tanulmányokat folytatni odabent. Igazság szerint még egy esztendő hátra van neki a diplomázásig, meg ráadásul nyelvvizsgával együtt kell ezt a diplomát megszerezni, tehát például ő most német nyelvből minden további nélkül le fogja tenni a nyelvvizsgát. És ugye az emberben rögtön az vetül fel, hogy van ennek értelme bent ezeket a tanulmányokat folytatni. Mert kint az ember tud belőle jövedelmet, munkát szerezni. Bent nem. Hát annyiban nyilván van értelme, hogy legalább tartalommal tölti ki a napjait. Tud ezzel példát mutatni a többieknek is? Van-e haszna például a börtöntársadalomban más tagok számára, társai számára? És hogy van annak jelentős, hogy pont teológiát választott? Biztos, hogy igen, hiszen azért a Weizmann Róbert, ő egy, hogy mondjam, börtön világban egy ismert ember, egy híres személyiség, most a híres személyiséget tegyük idézőjelbe. Természetesen az, hogyha ő egy hittudománnyal foglalkozó egyetemen diplomát szerzés, azt követően úgymond börtönlelkészi feladatokat vállal, ami ugye egy valahol erkölcsi alapokon nyugvó munkavégzés. Akkor ezzel... Óriási jelentősége lehet ez hatásra többiekre nézve potenciálisan? Ez így van, mert ezzel éppen azt a példát tanúsítja mások irányába, hogy attól függetlenül, hogy ki mennyi időt tölt bent a rácsok mögött, lehet azt azért úgymond életvitel szempontjából értelmesen és tartalmasan eltölteni, ne beszélve arról, hogy valóban, tehát azért a hittudomány, a teológia, valahol a vallási erkölcs mégiscsak egy kicsit a bűnözéssel gyökeresen szemben álló éppen reciprok világ. És hát ennek megfelelően azért nem csak életvitelbeli példát, hanem erkölcsi példát is tud mutatni bent másoknak, ez természetesen. Nem csak az az érdekes, hogy honnan jön az ember, hanem hogy merre megy. Igen, hát azt figyelembe véve, hogy neki 28 és fél éve van még hátra. És önmagában ez is irtózatos időtartam. Talán egyszer eljön, nem tudné, de talán egyszer eljön az időpont, amikor valóban 74 esztendősen ő kilép ennek a fegyintézetnek az ajtaján, és ha még lesz az életéből hátra valamennyi időszak, akkor legalább annyit el tud mondani magáról, hogy fizikai értelemben, gyakorlati értelemben ugyan semmit, de erkölcsi értelemben legalább valamit jóvá tett, vagy helyre tett abból, ami miatt őt elítélték. Hát köszönjük szépen, hogy itt volt. Nehéz azért egy ilyen típusú beszélgetés végén akármilyen konklúziót levonni. Mondhatnám azt, hogy rengeteg vetülete van ennek a helyzetnek, van ennek az ügynek, de köszönjük, hogy eljött hozzánk.